mész, Chris? Kihez fordulhatnál? Hisz egyetlen barátod sincs. Üdv, elszöktem otthonról. Meghúzhatnám itt magam? A házamban, Jézuskám, meg kell csípnem magam, mert nem hiszem el, hogy ébren vagyok. Atya-gatya, nem álmodom. Herbert bácsi, még csak 6 óra van. Én még nem vagyok fáradt. Nyugi, megittál 3 Coldrexet, az 1-2-re kiüt majd. Oké. Jó ét, Herbert bácsi. Szép álmokat, Chris. Herbert bácsi, végül is mi az élet értelme? Hát az, hogy ne féljünk az új dolgoktól. Kóstoljunk bele az édes sábításba. Semmitől ne féljünk, amit az élet egyszer az utunkba sodor. Ó, erre még sosem gondoltam. Kösz, Herbert bácsi! De nem gondolja, hogy az új dolgok ijesztőek? Nem, Chris. Az élet olyan, mint egy profi snookerasztal. Először úgy érzed, sose tudsz majd betolni egy golyót a lyukba, de aztán koncentrálsz, játszol kicsit a dákoddal, hogy ellazulj, és 1-2-re élvezheted a tudásod gyümölcsét. Igen, ez jó példa. Bocsánat! De aztán tudod, hogy kell elpocsékolni egy Viagrát, ugye? Chris, mit a kazettáimmal? Mind rendszerezve voltak. Én csak meg akartam nézni valami jó filmet, de ezekről még sosem hallottam. Jeffrey a parkban, Mikey első tüdőszűrése, unokaöcs bukfenc válogatás. Lehet, hogy még nem hallottál róluk? Gondolom az ABC-t csak ismered. Megmagyaráznád, hogy kerül a Tommy nyalóka a Sunday Best of elé? Jaj, sajnálom. Megnézzük az elveszett fiúkat. Erről már hallottam. Ezek nem azok a fiúk. Már kértelek, hogy takaríts ki végre. És miért nem készülsz? Ma este mérnökbíróval és Timivel vacsorázom. Ó, megyek, csak befejezem ezt a pályát. Nem, öltöz szépen. Az a faház 3 órányira van. Nem tudna itthon főzni valamit? Mit mondtál? Addig én nem főzök rád, amíg itt tévéjátékozol a mocskodban ülve. Na, és megint játszol mártírt. Kis én... Az lesz a legjobb, ha elmész. Oké, elmegyek, de jobb, ha tudja, hogy csak színleltem a szédüléseket. Fincsi kóla. Ismerős! Szakítottunk!